Jó estét kívánok! Az M5 História mai adásában egy olyan korszak mindennapjait idézzük fel, amikor a hatalomtól való rettegés a hétköznapok természetes része volt. Mai szakértőinkkel a Rákosi korszakot elevenítjük fel emberi történeteken keresztül. Lássuk, mi mindenről lesz szó a mai adásban. A kommunizmus celebjei, sztahanovisták és traktorista lányok, a termelés érlovasai. A futballsztár végzete, Szűcs Sándor meghurcolása és kivégzése az 50-es években. A szocialista realizmus mementói, Osztja Penkó kapitány, Sztálin csizmái és az idealizált munkásosztály. Vastaps az operában, egy diktátor öntömjénező születésnapi ünnepsége a hatalom mámorában. De hát persze Rákosi is volt gyerek, és Rákosi is volt fiatal, úgyhogy ott kezdjük az élettörténetet. Eötvös István történésszel beszélgetünk róla. Kezdjük ott a dolgot, hogy ő ugye Ladán születik, de utána a család az elköltözik Topolyára, Sopronba, vissza Szabadkára, tehát hogy gyakorlatilag itt a család az állandó mozgásban van, legalábbis itt a századforduló környékén. Úgyhogy, és aztán végül Szabadkán maradnak, és így kerül be a szegedi kereskedelmi középiskolába Rákosi. Tehát tulajdonképpen ez a 20. század elejének a magyar kapitalizmusában próbálják megtalálni helyüket, és ez egy folyamatos mozgást is, tehát fizikai mozgást is jelent, ahol egyébként igazából szerintem soha nem voltak otthon sehol. Tehát ez, a gyerekeknek talán ez lehet egy ilyen élmény. A szüleiről tényleg úgy tudjuk, hogy nemzeti elkötelezettségűek voltak. Ugyanakkor azért azt sem lehet, tehát nem lehet igazából tisztán fogalmazni itt, mert amikor Rákosi már hatalmon van, akkor nyilvánvalóan bizonyos dolgokat nem lehet elmondani. De amúgy a Szovjetunióban, hadifogságban találkozik a bolsevikokkal? Igen. Na most ez is nagyon érdekes, hogy a 14-ben már bevonul, 15 tavaszán vezénylik ki a frontra, a hadapród iskola elvégzése után, és tulajdonképpen nagyon-nagyon rövid a front szolgálata, tehát néhány hónap után fogságba esik, és azért azt tudni kell, hogy a hadifogoly táborokban, különösen 18 zűrös időszakában, de 17-től kezdve a kommunisták kifejezetten agitálnak a hadifoglyok körében. Tulajdonképpen a lenini bolsevizmus megvan arról győződve, hogy jön a világforradalom, és azt tudják, hogy a világforradalomhoz szükségük van világforradalmárokra, tehát itt egy tudatos agitáció zajlik. Az biztos, hogy hisz, az első pillanattól kezdve, 19-től kezdve vakon hisz a kommunista igazságokban. Hányszor volt börtönben Fogosod. Egyébként Rákosi? Tulajdonképpen ez is egy furcsa dolog, kétszer volt börtönben, de valójában csak egyszer volt börtönben, 34-ben 25-ben ítélik el először, 34-ben ki kellett volna, hogy szabaduljon. És nagyon érdekes, hogy akkor előveszik a 19-es múltját, amit a 25-ös perben nem. És akkor utólag ítélik el a 19-es ügyei miatt, és ebből adódik az a félreértés, hogy 1940-ben ő tulajdonképpen már 15. éve ül a börtönben, ő kitölti a büntetését. Tehát nem kegyelemmel szabadul, hanem egyszerűen véget ér a büntetése, hogy a Horthy korszakban érvényes jogszabályok alapján 15 évnél tovább ilyen súlyűgyel nem lehet benne a börtönben. És aztán így kerül hatalomra tulajdonképpen 44 végén, 45-ben, és igen, elkezdi megvalósítani azt a programot, amit Moszkvából már hoz magával, vagy itt rögtönözni kell? Nem kell neki rögtönöznie, tulajdonképpen már Kun Béla annak idején 19-ben egy brosúrával érkezik a Szovjetunióból, ahol a permanens forradalom elméleteit már Lenin írásba foglalta. Tehát ott az alapok már megvannak, hogy technikailag ezt hogyan kell majd kivitelezni, és hogyan kell eljutni a kommunista diktatúrához. Jó, akkor innen folytatjuk majd egy következő részben. Most nézzük, milyenek voltak a hétköznapok 1945 után, amikor a propaganda szerint épült és felvirágzott hazánkban a szocializmus. Május 1-i felvonulások, ipari és mezőgazdasági sikertörténetek, épülő új típusú városok. Erről szólt a kommunista sikerpropaganda, ezt harsogta a rádió, a filmszínházak híradói. Azonban az emberek a hétköznapjaikban egészen másként élték meg a valóságot. Lakásínség,
jegyrendszer, az élet hagyományos kereteinek teljes felborulása, a szabadság elvesztése és robotolás a gyárakban, a földeken vagy a kommunista ideológia szolgálatába állított szellemi tevékenységek egyikében. Ha most összevetnénk azt, hogy hogyan élt egy magyar ember akár vidéken, akár a fővárosban Budapesten a 30-as évek végén, közvetlenül a világháborút megelőzően, és hogyan élt ugyanez az ember, ha szerencsésen túlélte a második világháborút, 1949-1950-ben, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő élettere, az ő életkörülményei gyökeresen megváltoztak. Nem csak a vesztes háború következményeit nyögte az ország, és egy idegen, megszálló hadseregtől szenvedett. Mindezt tetézte az állam szovjet típusra való átállítása, annak minden negatív következményével. A fegyverkezés és nehézipar erőltetett fejlesztése miatt a közszükségleti cikkek gyártása is visszaszorult. Állandósult az áruhiány. A TSZ-esítés miatt visszaesett a mezőgazdasági termelés. 50-es években az olyan alapvető élelmiszereket, mint a cukor, a hús vagy éppen a liszt jegyre adják. És ha valaki a jegyre kapott is valamit, a jegyére, akkor még szerencsésnek mondhatta magát, hiszen az áruhiányból következően sokan, akik beálltak a sorba reggel, lehet, hogy pár órával később üres szatyorral, cekkerrel távoztak a bevásárlóközpontból, a közértből, ahogy ebben a korszakban hívták, hiszen nem volt mit eladni, elfogyott az áru. Állandó probléma volt a ruházkodás is. A városi férfiak a munkások viseletét hordták, lódenkabát, mici vagy svájci sapka. A nőkön pedig egyforma kartóruha, szoknya és kockás flanell blúz. A munkás etosz volt az, ami meghatározta ennek a rendszernek az alapjait tulajdonképpen. Az egyik legfontosabb alapjáról beszélünk, hiszen proletár diktatúrának nevezte magát, és ezzel a paraszti életforma egész egyszerűen nem fért össze. Az iparosítás és a kollektivizálás miatt sokan hagyták el a falvakat és költöztek a városokba, ahol kritikus lakásviszonyok uralkodtak. A munkások éveket töltöttek munkásszállón, ingáztak vagy társbérletbe mentek, ahol egy háztartásban 2-3 család élt együtt. Az állam szovjet mintára lakótelepek építésébe fogott. Lényegében egy csendes falu rombolásról beszélhetünk. A célja ennek az volt, hogy a fiatalokat kirángassák ebből a biztos közegből, ahol ők fölnőttek, ahol szocializálódtak. Ők bementek a városba dolgozni, hiszen csak ott kaptak munkalehetőséget, nem akartak a kollektív gazdaságokban robotolni, és itt gyári munkásként a munkásszállásokon, munkásszállókon élve hát lehetetlen ült el az életük teljesen gyökértelenül. Nem volt többi ünnep karácsony másodnapja, húsvét hétfő vagy a pünkösd. Jöttek helyettük a szocialista ünnepek, évfordulók. A kultúrforradalom jegyében csak is szocialista kultúráról, művelődésről, irodalomról, színházról, filmművészetről lehetett szó, amelyben ráadásul a napi politikai, ideológiai elemek kerültek előtérbe. Alekszej Grigorjevics Stahanov 1935-ös hőstettével indult útjára a Stahanovista mozgalom, mely hazánkat is elérte az 50-es években. Piókher Ignác, Bordás András és a beszédes nevű Muszka Imre neveit említhetjük a korból. Nőkről kevésbé tudunk, pedig köztük is voltak élmunkások, és most róluk beszélgetünk Tósz Eszter Zsófia történésszel, a Kádár lányai című könyv szerzőjével. Jó estét kívánok önnek! Jó estét! Na hát, magyarországi élmunkások, hölgyek, de férfiak is lehetnek. Nagyon sok nő volt, hát kezdjük rögtön Nagy József névvel, aki egy stahanovista szövőnő volt, és ő belőle miniszterasszony lett egészen 1972-ig, és én csináltam vele életút interjút, és életének legnagyobb élménye az volt, hogy ő Gagarinnal táncolt. És hát volt sok-sok más munkásasszony, akiből élmunkás, illetve stahanovista lesz. Ott volt például Panyi Ferencné, vagy Ambrus Teréz, én az Ambrus Teréz életútjának néztem utána, ő egy kerékpárgyári rohammunkásnő volt, Rákosival közösen is tartott ünnepségeken beszédeket. Itt az fontos látni, hogy fiatal lányok voltak, akiket behívattak az irodára, a pártirodára, hogy elvállalnának egy ilyen funkciót, és hát persze, hogy elvállalták, mert ez több fizetéssel járt, biztonsággal járt, akár azt is mondhatjuk, hogy nyugalommal járt, de ezek a lányok ugyanúgy a szép ruhában
ruhákra vágytak. Volt például egy körkérdés a Szabad Népben, hogy mit vesz a Stahanovista nő a magasabb fizetéséből, és például Gábor Sándor nő bundát vett, egy másik asszony pedig szőnyeget, tehát a lakásra fordította. Tehát azért hasonló vágyaik voltak, mint általában a minden nőnek szokott lenni. De akkor itt nem beszélhetünk nagyon konkrét kommunista elköteleződésről, vagy azért az is volt mellette? De, hát ugye Ambrus Teréznek is beszédet kellett mondani, amelyben ugye Rákosi nézeteivel is teljesen azonosult, együtt léptek fel a Csepelvas és Félművek ünnepségén, tehát ez vele járt. Az, hogy 72-ig miniszter volt Nagy Józsefné, ugye őt említette először, az azért azt jelzi, hogy itt van egy folyamatosság a Rákosi és a Kádár korszak között e tekintetben is. Pontosan, és ezt fontos is hangsúlyozni, hogy van egy folyamatosság, nincsen különbség, ugye a Kádár korszak állította mindig magáról, hogy mennyiben más, mint a Rákosi korszak. Ez a munkaversenyeknél azt jelentette, hogy ott már szocialista brigádmozgalom volt, de abban is ugyanúgy az elsődleges cél az a terv túlteljesítése volt, mint a egyéni munkaversenyekben is. És ilyenkor ez egy karriernek a kezdete is volt? Tehát ha valaki jól teljesít ezt a hanovistaként, akkor jutalomból ugye több fizetést kapott, hát az már önmagában nem annyira rossz. De beszédet mondhatott, vagy kellett mondania valaki mellett, valaki vezető mellett, és esetleg miniszterségig is eljuthatott? Tehát mindenképpen karriert lehetett erre építeni? Hát az ritka kivétel volt, ami Nagy Józsefnével történt. Ritkán volt az, hogy tényleg karrier lett belőle, de üdültek, lakást kaptak, ezek megtörténtek persze. És ez nagy kincs volt a szocializmusban, nem mindenki juthatott el csak úgy üdülni. Hát így van, természetesen igen. Na folytatjuk innen, gyertek lányok traktorra, ezzel a felhívással a szocialista mintára elindult a női traktoristák betonítása. Traktoros lánynak lenni maga volt a megtestesült kommunista álom, legalábbis a korabeli filmhíradók szerint. 15 hold juttatott földjük van Bártfaiéknak puszta Szabolcson. Legnagyobb gyermekük Erzsébet már tagja a helybeli dózsatermelő szövetkezetnek. Minden vágya az, hogy traktorista lehessen, ehhez kéri édesanyja beleegyezését. Bártfainé szívesen engedi a gépek után érdeklődő lányát erre a pályán. Mikor leesett az első hó és kevesebb lett az otthoni munka, Erzsi elhatározását valóra váltja és jelentkezik a puszta szabolcsi gépállomás tanfolyamára. A traktorista lányok munkájukkal meggyorsítják a falu gépesítését, és ezen keresztül mezőgazdaságunk szocialista fejlődését. Rákosi egy 1951-es pártértekezleten az alábbiakat mondta. Tapasztalat, hogy a nők nagyszerűen tudnak bánni az ilyen gépekkel, és tetszik ez a munka. Sokkal megbízhatóbbak, mint a férfiak. Például szombat este nem mennek el berúgni a kocsmába, hogy egyebet ne mondjak. Ezek Rákosi szavai, hát egy érett politikusnak a mondatai, úgy látom. Szóval így gondolkodott a traktorista lányokról a hatalom, vagy azért ennél komolyabb gondolatai is voltak? Valójában itt a szovjet mintát vették át egy az egyben, volt egy Pása Angelina nevezetű szovjet traktoros nő, aki bemutatókat is tartott itt. Ez ugye tényleg az erőszakos tervteljesítés időszaka, maga az, hogy nők traktoristák legyenek, ez annyira idegen volt a nőktől. Hiába történt meg az, hogy a korabeli plakátokon úgy ábrázolták őket, hogy babuskendővel, meg ilyen nőies ruhákban. Valójában, aki egy ilyen férfias foglalkozást elkezd, ott idomulni kell a normákhoz. Ráadásul számos problémát jelentett a traktoristaság a nőknek. Egyrészt az, hogy elkezdték őket megítélni, hogy egy tisztességes nő az nem akar traktorista lenni, nehezebb volt nekik férhez menniük. Másrészt egészségügyi következményei is voltak, hogy aki traktorra ült, az elképzelhető, hogy utána nem lehetett gyereke. A 60-as évek elején Vékony Rózsi, egykori traktorista lánynak az életútját követték, hogy mi történt vele, és hát nála is az volt, hogy már félrecsúszva volt a traktorista oklevele a falon, és egyáltalán nem volt büszke erre a múltjára, meg erre a munkájára. De miért választották ezt pártnyomásra, családi nyomásra, gazdasági nyomásra? Ugye azért ez az az időszak, amikor a parasztságot is javarészt tönkreteszik. Hát pont ez a lényeg, hogy kényszerből, mivel a parasztságot tönkreteszik, mégis ugye aki ott szeretne maradni, helyben szeretne boldogulni, annak ez egy
rövid női munkalehetőség volt, hogy elment a traktorista tanfolyamra, felült a gépre, kapott fizetést, ha mondjuk félt attól, hogy elhagyja a faluját, és nem akart a városba élni, bevándorló lenni, beköltözni, akkor ez átmenetileg jelenthetett egy megoldást, amíg férhez megy. Ami korábban a cselédkedés volt, az most lehetett ugyanúgy az, hogy felült a traktorra. Fizetés, több pénzt kapott egy traktorista lány, mint egy férfi? Hát a férfiaknál nem, de a traktorista fizetések magasabbak voltak, mint ha mondjuk a TSC csoportba került be, vagy mondjuk akkor még az is volt, hogy hiába jött föl a városba, nehéz volt gyárba bekerülni, és akkor másik lehetőség az az volt, hogy elmegy egy erőszakszervezethez, tehát mondjuk rendőr lesz, mint a Franciska vasárnapjai című filmben az egykori cseléd, és hát az mondjuk érthető, hogyha az a választás, hogy rendőr legyen, vagy traktorista, akkor inkább az utóbbit választja. Említett itt egészségügyi problémákat, ezek a meddőséggel kapcsolatos egészségügyi problémák, a rázkódás és egyebek miatt? Igen, pontosan. Az, hogy felül ugye a traktorra, a gépre, erről akkor persze őket nem tájékoztatták, de tudunk olyanokról, akik emiatt később nem lett gyerekük. Tehát pont a női beteljesedést, az anyaságot nem tudták az életükben megvalósítani. Milyen volt ebben az időben a nő ideál? Ugye előtte mondhatjuk talán, hogy Karádi Katalin volt a nő ideál. Hogy változott ez meg a 40-es évek második felében, az 50-es években? A filmekből, hogyha mondjuk megnézzük Ferrari Violettát, vagy Mészáros Ágit, akkor ők ezt jól reprezentálják. Ugye ez a nő ideál rövidhajú, városias kinézetű, és tovább él egyébként a Karádi ideálból, tehát hogy az ő frizurájuk azért az hasonlít a Bubi frizurára. Persze ugye a elvtársnőktől az volt az elvárás, hogy ilyen szürke kosztümben, meg fehér blúzban és megfelelő hosszúságú szoknyában közlekedjenek, de hát azért ugye a nők mindig szerettek volna szépek lenni. Igen, 1953 Sztálin halála. Hoz változást ebben a helyzetben, tehát a nők helyzetében is hoz változást az, hogy meghal a Szovjetunió diktátora? Persze, több tekintetben is, már nem kell traktorra ülniük, már nem lehetnek buszvezetők, ugye azt is beszüntetik, de ami a legfontosabb, hogy ugye az internáló táborokból is haza lehet jönni, az internált nőknek is, vagy ugyanúgy a hozzátartozóik hazaérkeznek, és akkor egy új életben gondolkozhatnak, ami persze ugyanúgy nem könnyű, mert 53 és 56 között sem volt könnyű az élet, de annyiból legalább könnyebb, hogy mondjuk nem a internáló táborokban sínylődnek. Köszönöm a beszélgetést, akkor nézzük meg a nehéz munkás hétköznapokat, mert ezekben a kevés szórakozás és kikapcsolódás egyike volt a párt propaganda által támogatott sportélet. Ezzel folytatjuk, de előbb lássuk, mi minden lesz még ma. Osztyapenko és társai egy korszak mementóiként. Miről árulkodnak a Szoborpark lakói? Szocialista realizmus a filmvásznon. Munkások és parasztok az 50-es évek moziában. Szerelem, foci és menekülés az országból. Egy válogatott bajnok tragédiája. Gálaest az operában, kényszergyógyüdülés a Szovjetunióban, Rákosi bukása a hatalomból. Azt láthatjuk, hogy ma a sportolók milyen helyzetben vannak, és mondjuk egy jól menő világbajnok, focista, vagy valamelyik nagy csapatnak a focistája mennyit keres, és hogy éli az életét. Na de hogy volt ez az 50-es években Magyarországon, amikor aranycsapatunk volt például? Erről beszélgetünk most Tabi Norbert történésszel. Jó estét kívánok Önnek! Jó estét kívánok! Na hát, milyen volt a focisták helyzete Magyarországon? Láthatjuk most Cristiano Ronaldót, hát nem tudom, Puskás Ferenc talán hozzám érhető sztárja volt akkoriban a focinak. Hogy éltek ők? Abszolút egy jó hasonlat egyébként szerintem még játékstílusban is Cristiano Ronaldo Puskással. Hát kiemelkedő volt az ő státuszuk ebben az időszakban, tehát mind az anyagi megbecsültségük, mind az, ahogy a általában a társadalom előtt feltűntek, hiszen ők voltak tulajdonképpen a korabeli sztárok, tehát olyan népmesei hősök voltak gyakorlatilag az emberek számára, akik olyan mesés életet élhettek, amit például a gyerekeknek egy ilyen, tehát idolok voltak ezek a játékosok. Ekkoriban viszont az nagyon érdekes, hogy bár magyar átlagfizetésekhez képest kiemelkedően kerestek, de a nyugati profi klubokhoz képest jóval kevesebbet, hiszen ugye itt amatőr státuszba kerültek a labdarúgók a szocializmus megkezdődését követően, és ez azért okozott jó néhány
játékosban feszültségeket. Hát ugye 1947, Puskás Ferencet például el akarja vinni a Juventus, ha jól tudom, valami egészen borsos árért, és hát nyilván nem engedik ki. Igen, igen. Nem tette meg a hatalom, hogy kiengedi nyilván ezeket a játékosokat, hiszen ugye nagyon fontos propaganda eszköz volt a futball, tehát használta a politikai vezetés, a kommunista vezetés a futballistákat saját céljaira, és ugye 47-48-ig még tudtak, tehát addig még nyitva voltak a határok, lehetett nyugatra szerződni hivatalosan is, és ugye éppen ezért zárják le a határokat, mert hogy egyszerűen nem engedhetik meg, hogy szétszéledjen gyakorlatilag a magyar válogatott. Mit jelentett a magyar társadalomnak ez a nagyon pezsgő sportélet, vagy inkább úgy fogalmazik, mit jelentett a magyar társadalomnak ez a foci siker akkor egy zárt országnak? Nagyon fontos volt az emberek számára, ugye nagyon sok oka volt annak, hogy miért imádtak ennyire a futballt. Ugye egy olyan időszakban vagyunk a világháborút követően, amikor hát romokban van az ország, nem túl sok szórakozási lehetőség van, ugye a futballmeccsre járás az kimondottan egy ilyen lehetőség volt, a gyerekeknek ugye kiemelkedési lehetőség, emellett ugye szólásszabadságra egyfajta teret ad, hiszen a tömegállarca mögött viszonylag szabadon lehet véleményt nyilvánítani, megmaradnak azok a kis közösségek, amiket ugye a kommunisták az élet minden más területén próbálnak szétszedni, ugye a szurkolótáborok azok meg tudnak maradni, és ugye a nemzeti érzelmeknek is valamilyen módon ez felületet tudott adni, úgyhogy nagyon fontos volt az emberek számára ez, és hát ugye nagyon, tehát rengetegen jártak ki a mérkőzésekre, ugye minden, szinte minden NB1-es bajnokin tízezerek voltak kint, volt olyan válogatott meccs, ahol több százezeres egy igénylés érkezett, és hát óriási várakozások voltak a világbajnokságot megelőzően is. Na akkor nézzünk meg egy egészen különleges esetet. Szűcs Sándor 19-szeres válogatott labdarúgó 1951 tavaszán úgy döntött, hogy szerelmével Kovács Erzsi énekesnővel nyugatra diszidál. Az akcióra felkért embercsempészről azonban nem tudták, hogy az AVH ügynöke történetüket mutatja be az Énekesnő című film. Sebesértes, a kivégzés után azonnal beszéljen a válogatottal. Hadd szarjanak be mielőbb. Itthon maradnak mind. Ilyen egyszerű. A női börtönben teljes érzárat. Csak a kiemelt sportvezetők, önök, és a válogatott tagjai értesülnek a dologról. Akiről tudjuk, hogy velünk nem szimpatizál, ugye? Mint Grosics. Azokat vagy kizárjuk, vagy figyelmeztetjük, hogy nagyon könnyen viselkedhetnek, felelőtlenül. Anélkül, hogy akarnának. Nem fognak beszélni. És én az újpesti dózsánál mit mondjak? Csak értés. Ezt tudhatnád magadtól is. A valóságot. Mindig a valóságot mondjad. De ahogy jobban tetszik József Attilával szólva, az igazságot. És mi itt az igazság? Hogy élesre töltött fegyverrel át akarta lépni a határt, szembeszállt az azt védő határőrizettel. Ezt mondja Csáki elvtárs. Ebből a filmből is természetszerűleg látszik, hogy a focisták is tulajdonképpen a rendszer fogjai voltak, és nem tudom, hogy ezzel a válogatott focistával, akit kivégeztek, példát akartak statuálni? Abszolút így volt, igen. Tehát ő ugye egy 19-szeres válogatott labdarúgó volt, úgyhogy egy igen magasan jegyzett játékos volt. És de ugye... mégsem a legmagasabbak között, tehát nem Puskás szintű, hanem egy picivel azért haladta? Igen, egy kicsit azért alatta, hát valószínűleg ugye az a hatalom érdekében sem állt, hogy azért a legjobbak közül, mert akkor nyilván az gyengítik a csapatot. Ugye Szűcs Sándornál még ez is szempont volt, hogy szerelmi kapcsolatba került Kovács Erzsivel, a későbbi ugye ismert táncdalénekessel, és ugye mindketten házasságban éltek, tehát Szűcs és Kovács Erzsi is, és az ő kapcsolatokat a szocialista erkölccsel összeegyeztetetlennek tartották, és ugye emiatt is már megzsarolták Szűcsöt, hogy ezt a kapcsolatot
be kell fejezni. És akkor rájuk küldenek egy provokátort, aki ígér nekik valamit, hogy átviszi őket a határon, majd az egyiküket kivégzik. És igaz, hogy Puskás Ferenc próbált segíteni ebben, és nem tudott. Azért ez is jelzi, hogy egy akár ünnepelt labdarúgónak is milyen korlátai voltak. Igen, Puskás akart segíteni, és sajnos már nem sikerült. És ami még nagyon fontos, hogy ő ugye a Dózsa játékosa volt, Szűcs, ami ugye egy támogatott egyesület volt. És ugye az volt a csavar talán a történetben, hogy mint ahogy mondjuk a többi koncepciós pernél, ugye például a Rajk pernél, ahogy látjuk, hogy azt érzékeljék a területnek, hát a többiek ezen a területen, tehát a futballisták, hogy tényleg mindenkit elérhet a hatalom, tehát még egy Dózsa játékost is, illetve ugye mivel ő rendőr volt, ugye amatőr rendszerben a foglalkozása szerint, ugye volt szolgálati fegyvere, és az ügynök, ahogy őt törbe csalta, ez is föl volt építve, hogy vigye magával a szolgálati fegyverét, mert hogy szükség lehet majd rá, és volt egy ilyen soha ki nem hirdetett, nyilvánosan ki nem hirdetett törvényerejű rendelet, mely szerint, hogyha valamelyik fegyveres testületnek a tagja a szolgálati fegyverével kísérli meg a tiltott határátlépést, akkor halállal büntethető. Tehát föl volt építve ez az egész eljárás. Volt a csapatban besugó, mit gondol erről? Biztos, hogy volt, tehát hogy a Dózsában is volt. Szóval is tudjuk, hogy Szűcs a márciusban, amikor ez a kísérlet, tehát amikor ugye disszidálni próbál, akkor előtte elköszön a játékos társaitól, és az aztán azonnal eljut a belügyminisztériumhoz, még aznap ennek a híre, tehát biztos, hogy voltak beépített emberek, ugye minden klubban voltak ekkoriban csapaton belül. Szűcs Sándort kivégezték. Kovács Erzsi milyen büntetést kapott? Mégiscsak vele volt, bár ugye neki nem volt olyan szolgálati fegyver, amit nem vihetett magával. Igen. Ő 4 év börtönbüntetést kapott, amiből 3-at ült le végül is, és ugye ez is nagyon érdekes, hogy a rendszernek ezt a paradox mi voltát mutatja, hogy bár ugye már a Kádár rendszerről beszélünk majd 56 után, de hogy ő belőle egy ismert és felfutatott tánzelénekes tudott lenni. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy hogyan játszadozik tulajdonképpen itt életekkel, karrierekkel a kommunista hatalom. Köszönöm a beszélgetést. 1951-ben a kommunisták felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. Helyére a későbbi felvonulást ért gigantikus Sztálin szobra került. Ma a szobor csizmáinak másolata a szovjet pártpropaganda több köztéri alkotásával együtt a Tétényi fennsíkon létrejött szoborparkban áll a korszak mementójaként. Talán az egyik legikonikusabb szobornál állunk, ami a korszakot jellemzi, és itt érzi az ember, hogy milyen aprócska, és ez valószínűleg nem véletlen, hiszen gondolom a korszaknak ez volt a dolga, hogy a művészek olyan szobrokat, olyan alkotásokat csináljanak, ahol a köznép és a nép azt érzi, hogy ő milyen icike-picike, hogy beolvadjon ebben a rendszerben. Mi jellemezte igazából az utca művészetét ebben az időben? Elsősorban a politikai propaganda igényeit kellett kielégíteni, és ez pedig kimerült általában a szovjet felszabadítóhősök, valamint a munkásparaszti réteg ábrázolásával. A rendszer igényeit kiszolgálni képes művészek megbízás alapján dolgoztak, így tett a korszak jeles ábrázolója Kis István is. Nem volt nagyon választásuk a szobrászművészeknek, tehát itt, hogyha volt egy pályázati kiírás, nyilván volt egy foglalkoztatotti kör, akiket ezekkel a lehetőségekkel megkínáltak, és aki a legjobb kis mintát készített el, azé volt végül a megbízás. A paraszti és munkás réteg ábrázolása a társadalmi réteg felemelkedését szimbolizálta, s bár robosztus alakokként jelennek meg, ruházatuk meglehetősen hiányos. Ez például egy koncepció volt, hogy a munkást azt mindig valamilyen formában sebezhetőnek, sérthetőnek, védelemre szorulónak ábrázoljuk. Azért, hogy aztán a rendszerben megtalálja a vezérét és a védelmezőjét. Egy másik állandó témája a Rákosi éra művészetének a szovjet-magyar barátság ábrázolása. A hátunk mögött látható szobrot próbáltuk imitálni és lemodellezni, és így benne állva én azt érzem, hogy ez minden, csak nem barátság. Hát barátság ez, csak erősen egyenrangútlan. A szobor alkotója Kisfaludi Stróbör Zsigmond, akiről annyit tudunk, hogy szinte az összes szobra elpusztult. A női szerepeket is összemosta a propaganda gépezet. Ez egy olyan nő, aki ahol megveti a lábát,
ott búzaterem. A csípeje elég széles ahhoz, hogy sok-sok utódot hozzon a világra, tehát egy termékeny nő alakot látunk magunk előtt, akinek a karja pedig akár gyári munkára, akár traktorvezetésre is alkalmas. A szocialista realizmus a szocializmus építésének ideológikus ábrázolását tűzte ki céljául. A diktatúra érdekeit kiszolgáló irányzat sematikus, dogmatikus ábrázolásmódjával a sztálini Szovjetunióból érkező egyetlen támogatott művészeti elvárásként nehezedett az alkotókra. Ez pedig már a Szocialista Realizmus Árnyai című kiállítás. Mit látunk egész pontosan? 1934-ben a szovjet írók első kongresszusán Sztálin bejelenti, hogy a szocialista realizmus az univerzálisan követendő művészeti iroda és irodalmi irányzat. A kiállításon ezek a fotók alapján készült, felnagyított, ragadozó vicsorok egyúttal ábrázolnak olyan írókat, költőket is, akik ennek a döntésnek a haszonélvezőivé váltak, és olyanokat is, akik az áldozataivá. A triptihon, ami előtt pedig állunk, az a tapsoló kezeket ábrázolja, de itt inkább a kézkezet most szimbolikája jelenik meg. A művésznő Anna Nehis Vesznova saját maga jött el és installálta itt a Stalin Distribune gyomrában a kiállítást. A kelet-európai szatellit kommunista szatellitállamok már ezt készen kapják. Tehát ez az elvárásrendszer az, amibe bele kell ültetni adott esetben a magyar, a román, a lengyel, a csehszlovák irodalmat, költészetet és összművészetet. Magyarországon 1949. októberében Révai József a szovjet festők kiállításának megnyitó beszédében ki is jelentette, hogy a párt a szocialista realizmus irányvonalát tekinti példának a magyar művészek számára is. No, akkor így a szobrok és a grafikák után megnézzük, hogy a szocialista realizmus hogy jelent meg a filmművészetben, például Kulucz Márton filmtörténésszel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ez is kötelező volt ebben a stílusban alkotni, és ezt is készen kapták? Meg volt a szovjet minta, tessék másolni? Igen, de hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen a film történet alakulása, a film stílusok váltása pont egy olyan időszakhoz ért, amikor már úgy kezdett kifutni a film noir, meg a bohóz a világa, azért 44 végére, 45 elejére kifutott, akkor némi lendületet kapott a háború utáni időszakban a sok amerikai bejövő film, aminek elindult volna egy magyar zenés film változata, de 49-ben határozott, illetve 48-ban áll az államosítás idején határozott szándék volt az, hogy meg létrejöjjön a teljesen tiszta népi film, illetve azok a filmek, amelyek egyértelmű irányt mutatnak a modern, korszerű, szovjet mintára történő új szocialista élet iránt, illetve erre egy mintát adjanak, egyfajta sémát, egy sablont, illetve a filmművészet másik nagyon fontos szerepe volt, amit igyekeztek persze egy filmben betömöríteni, hogy leszámolás a régi világgal. Tehát az első filmek a háború után arról szólnak, hogy a Horthy korszak milyen borzalmas, élhetetlen, hazug és hamis volt, és utána a következő pedig arról, hogy már sarjad az új élet, viszont itt vannak közöttünk még az árulók, akik olyan módon kötik a kerekünket, ahogy csak tudják, és ezeket likvidálni kell. És a filmművészeink mit tettek? Ugye itt látunk egy szobrot, ahol például a kéztartáson, miközben kezet fogott ugye a szovjet és a magyar nép, de az a kéztartáson látszik, hogy nem egyenrangú a kézfogás, ezt a szobrász Kisfoglis Rob Zsigmond úgy belerejtette a szoborba. A filmművészeink elrejtettek-e ilyeneket? Természetesen tele van szimbolikával ez az időszak is. Hozzá kell tegyem egyébként, hogy az egyik legfontosabb dolog, amivel ugye villantani tudtak az új kommunista filmgyárban, az az, hogy a színes film az olyan mennyiségben készült ebben az időben, hogy van olyan évünk, amikor csak színes filmek készülnek. Hát ez újdonság volt. Ez abszolút újdonság volt. Én uram, a fizetést köszönöm. Ha Isten megsegít és erőt ad, meg is szolgálom.
Ezért csak rója fel a kapu félfájára, hogy el ne felejtse! Háromszor veri ezt Kendel Ludas Matyi vissza! Utána mit? Fogjátok el! Tulajdonképpen három nagy ilyen kifakult filmünk van, a Ludas Matyi, a Civil a pályán, amely egy sportfilm tulajdonképpen, és a Különös házasság mixát remek műve, ami alaphangon is az eredeti mű elég vallásellenes, vagy vannak benne vallásellenes motivumok, de ezt kihasználva a kommunista rendszer teljes mértékben az egyház ellen fordította ezt a filmet, 49-50-re, 51-re időzítve, amikor az egyház nagy perek zajlottak Magyarországon. Tudunk említeni még filmeket, meg rendezőket, ugye Keleti Márton, Várkonyi Zoltán ekkor is alkot, hát ők azért elég nagy rendezők. Várkonyi egy érdekes figura, ő nem állt be, illetve beállt, természetesen próbált volna meg nem beállni, beállt ő is a sorba, ahova Bán Frigyes, meg Keleti Márton, meg ugye az régi, az összes régi nagy rendező beállt, viszont ő igyekezett mindig valami közönségbarát verziót készíteni ezekből a filmekből, úgyhogy az ő filmjét, ha megnézzük, tulajdonképpen is lecsupaszítjuk ezt a vörös mázat, amivel ez le van öntve, akkor nagyon jó krimiket láthatunk. A hőseik milyenek? Munkás hősök? Sablonos, sematikus hősök, ugye sematizmus korának nevezik ma már, akkor nem így nevezték, hiszen hát modern, a szocialista, realista filmnek, de hát ugye még nem is nevezték se, hogy új filmeknek nevezték ezt, nem volt ez egy stílus, van a hős, meg a szerelme, természetesen csók az nem nagyon csattan el ezeken a filmeken, tehát ilyen szempontból nem a régi filmekre, régi klasszikus sikerekre emlékeztető, viszont megvannak ezek a másodvonal beli, megvannak benne a komikusok, a szubret és a táncos komikus, és megvannak benne az elaggott, már a korral haladni nem tudó emberek, a Glauzius bácsik, és természetesen sokszor megvannak az ellenségek, akik egyébként a legfantasztikusabb színészi alakítást nyújtják ezekben a filmekben. Nem véletlen, hogy például Swing Tony neve ma is ismert, holott a filmre, a Dalolva szép az élet című filmre már nem emlékszik senki, de Swing Tony egy fogalom lett, pedig hát az alkotók célja pont az ellenkező. Nem nehéz figura, egy perc alatt meg lehet tanulni. Ide néz. Klassz, mi? Klassz. Na, próbáljuk együtt, te vagy a nő. A környezet, az a munkás környezet javarész? A legkülönbözőbb helyszínek voltak ezek, általában gyárak, üzemek, Sztálinváros építkezése például, sportkörök, repülősök, és elég nehezen tud aztán ettől elszakadni a magyar film egyébként. Nem olyan nagy baj ez, mert egy jó ilyen képet, vagy egy nagyon jó hangulatot tud ma is bemutatni az akkori idők, akkori munkahelyekről, viszont a Sztálin halála után, 53-54-től azt lehet mondani, hogy hihetetlen nagy ívű javulás tapasztalható a magyar filmek színvonalán, és én azt gondolom, hogy az igazi magyar filmművészet, amiben majd bele fog tartozni pár évvel később a Körhintától kezdve a Csiga lépcsőn át, egy csomó fantasztikus nagy film, nem csak drámák, hanem végjátékok is, az az időszak, amikor Fábri Zoltán először bontja ki a szárnyait és röppen hihetetlen magasságokba. Ez pont Sztálin halálától 54-55-től, mondjuk, hogy a 60-as évek közepe végéig tart, amikor a magyar filmművészet legnagyobb alkotásai megszületnek. Vannak slágereink, filmslágereink, meg nem csak filmslágerek, milyen a korszak zenéje? A korszak zenéje leköveti a szovjet mintákat. Természetesen újra divatba jön akár csak a II. Világháború idején az induló fox, ez azt jelenti, hogy egy foxtrot ritmusban könnyen táncolható, de azért induló jellegű és lelkesítő hangulatú szövegű dalok keletkeznek, új sztárokat avatnak, hiszen a régiek, ők vannak a kirakatban, le kell számolni velük, függetlenül attól egyébként, hogy a zsidó törvény már leszámolta velük, és újra piedesztára állíthatók lennének, vagy mikrofon elé állíthatók lennének, nem foglalkoznak velük, szinte mindenkit lesöpörnek, Karádinak ezből is lesz tulajdonképpen elege az 50-es évek elejére
és ezért hagyja el Magyarországot, de az új sztárok is mindegyike aztán a későbbi időkben befutott ember lesz, ilyen Ákos Steffi, az első és legfontosabb talán Kazal László, aki még a háború idején egy-két slágerrel jelen volt már a gramofon piacon, de aztán a háború után ő lesz az egyik leghíresebb megszólaltatója ezeknek a különböző termelési nótáknak, és hát a címek is azért ilyenek, hogy kedves szaktárs, szép jó reggelt, vagy szénát hordanak a szekerek. Nyilván gondolható, hogy milyen környezetben, milyen szituációkban játszódik ez. A vidámok természetesen valami olyan történetről szólnak, amelyben pórul jár a maradi ember, és természetesen a szomorúakban azok meg líraiak. Van olyan, ami Moszkvában játszódik például, vagy egy orosz katonáról szól. Köszönöm a beszélgetést. 1949-ben Sztálin 70. születésnapjára Rákosi megépíteti a Sztálin dísztribünt. Átnevezik az Andrássy utat Sztálin sugárútra, a 70-es troli pedig ma is velünk élő történelem. 3 év múlva, a Generalissimus után Rákosinak rendezik a második legnagyobb születésnapot a szovjet érában. Rákosi elvtárs 60. születésnapjára az egri óvodások küldték gyönyörű szép kézi munkák, ezt talán nem az óvodások készítették, hanem az óvónénik. Egri cifratéri óvodások szeretettel köszöntik Rákosi elvtársát 60. születésnapjára. És ebbe mindenféle szépségeket lehet látni, vörös csillagban idealizált portréval, és hát az egésznek az abszurditását mutatja, hogy még az óvodában is demonstrálni kellett a nagyvezér iránti tiszteletet. Rákosi születésnapjára már előző évben, 1951. augusztusában elkezdődött a készülődés. Távollétében az MDP politikai bizottsága Révai Józsefet bízta meg az ünnepség sorozat lebonyolításával. Az eseményről szóló 10 pontból álló javaslat mintája természetesen a Sztálin 70. születésnapjára megrendezett 1949-es magyarországi ünnepség sorozat volt. A helyi pártszervezetek fölhívták az összes vállalatnak, TSZ-nek és mindenféle társadalmi szervezetnek a figyelmét, hogy itt a nagy alkalom, hogy lerólják a tiszteletüket a bölcsvezér előtt. És ennek következtében születtek meg ma már igazán bornírtnak tekinthető műtárgyak óriási mennyiségben készítettek, ezek egy része meg is maradt, és ezek egy része ma is a múzeum őrzésében megtalálható. A sztálini ünnepségek mintájára 1952. január elején Termelj ma többet, mint tegnap elnevezésű sztahanovista munkaversenyt hirdettek meg, melynek állását és eredményeit az agitációs és propaganda osztály munkaversenybizottsága értékelte 2 hetente. Ez a kis albumunk, ez a Kiskun Félegyházi gépgyár dolgozóinak a munka felajánlását tartalmazza, szépen fába metszve a szociál díszítőművészet jeles alkotása, és ha fölnyitjuk, akkor drága Rákosi elvtársnak történő munka felajánlást tartalmazza. Minden kommunista vésse agyába és szívébe az elfűség, a kommunista helytállás és halált megvető bátorság legnagyobb példáját, amire Rákosi elvtárs élete tanít bennünket. Ebben a raktárban körülbelül 100 ilyen album található. Ezeket a felajánlásokat találjuk szépen sorba. Nem csak ipari üzemek ajánlottak föl. Felajánlom, hogy a művelt nép olvasó levelezését legkésőbb május 15-ig felkartotékozom, témakor és névsor szerint, sorrendbe. A 60. évforduló kiteljesedése egy grandiózus ünnepély volt az Operaházban 1952. március 9-én. A készülődés lázában kivételesen annak a mulasztásnak sem lett következménye, hogy Rákosi a díszes, dombornyomásos és sorozatszámozott meghívóból csak a 209. számút kapta. Természetesen válogatott közönségnek és a pártelitnek szóltak ezek a meghívók, a nagy közönség többek-kevésbé csak a sajtóból értesült róla, illetve hát azért minden ilyen nagy ipari üzemnél voltak kiemelt káderek,
sztahanovisták, akik a munkaversenyben élen járók voltak, hogy meghívtak ilyen díszpéldányokat belőlük, hogy mutassák, hogy a nép is jelen van a nagy ünnepségeken. A következő évben, 1953-ban Rákosi születésnapjáról mintha elfeledkeztek volna. Az eseményt Sztálin március 5-i halála homályosította el. Szóval 52-ben még fényes születésnapi ünnepség az operában, aztán utána semmi, és aztán 53, 54, 55, 56 és 56-ban Rákosi már a Szovjetunióba megy, de azért közben történik egy-két dolog. Ezt nézzük még, aztán utána az emigrációt. 53-ban ugye az ismert, hogy a miniszterelnökségről leváltják. Itt már akkor lehet tudni, hogy valami baj lesz ebben a rendszerben. Most ő 55-ben vissza tud jönni, tehát tulajdonképpen Nagy Imrét félre tudja tenni, de ott már lehet látni, hogy egy kínlódássá. Tehát ötlettelen az egész. Tehát a régi modell, a 49 után működő modell az nem működik, az teljesen nyilvánvaló. Rákosi, az egész Rákosi rendszer az ötlettelenné és üressé válik. Olyan szinten, hogy nem csak a társadalom számára már korábban is az volt, hanem már a pártelit számára is egyre vállalhatatlanabb az egész történet, és aztán végül is eljutunk 56 nyaráig, amikor aztán megfogják és első körbe kiviszik a Szovjetunióba, akkor még visszaengedik, de akkor már funkció nélkül, és jó, a politikai bizottsági tagságát megtartatja, és végül is ugye az 56-os forradalom napjaiban távolítják el végleg úgy, hogy már vissza se jöhet Magyarországra. Tehát utána már soha nem jön vissza. Ki megy vele az emigrációba? Mondhatjuk emigrációnak? Hát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a kommunista mikrokozmoszban, ahol megmondja a párt, hogy ki lehet a te feleséged, amikor megmondja a párt, hogy te mit tehetsz és mit nem, ennek az egész habitusnak, ennek a homoszovjetikusnak a megértésében szerintem egy kulcsfontosságú tényező, hogy amit a párt mond, az úgy van. Nem érzi büntetésnek. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor engem meg, tehát amikor Vas Zoltánt leküldik Komlóra, az neki nem büntetés, ez a párt feladat. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy furcsa dolog, hogy emigráció, vagy kint tartják a Szovjetunióban. Ha most nekem Kirgizisztánban kell, akkor ott leszek. Hogyha Gorkiban, akkor ott, ha Moszkvában vagyok, akkor ott, ahova a párt állít, ott kell megállnom a helyemet. Tehát ebből a szempontból a Rákosi számára ez egy nagyon furcsa szituáció. Az egész számára azért furcsa, mert amennyire lehet hinni, ugye 62-ben egy pár delegáció megy ki hozzá, meg hát a visszaemlékezése is megvannak, hogy a levelei is vannak, hogy Rákosi hisz abban, hát őszintén hisz abban, hogy őt a magyar nép várja vissza, mert őt itt szerették. Vagy itt szerették. És ez tulajdonképpen, hogy ez a teljesen kilúgozott ember, tehát személyiségét tekintve teljesen kilúgozott ember, ez mennyire totálisan elszakadt a valóságtól. És 62-ben még a Kádárék, amikor kiküldenek egy delegációt, hogy megbeszéljék, ugye folyamatosan szó van Rákosi elvtárs sorsáról, és végül is ugye akkor mondják neki, hogy nem politizálhat, tehát a közügyektől eltiltják. Kérdezted, hogy ki megy ki vele, például amikor Gerő kimegy vele. Ugye 56-ban őt is megfogják, és őt is kiviszik az első körbe. Ugye ez nem az, amikor még Kádár akkor még Budapesten maradt. És Gerő például beleáll abba, hogy neki mondjuk súlyos egészségügyi problémái is vannak, ő belemegy abba, hogy ő hazajön, és akkor ő semmifajta pártfunkciót nem vesz már föl. És Rákosinak is felajánlották ezt, hogy súlytalanul, de hazajöhet, vagy ez neki nem volt opció? Amennyire lehet tudni, volt egy ilyen lehetőség, számára ez nem volt opció. Hát ez elképzelhetetlen volt, ezért is mondom, mert őt várja vissza a magyar nép. De hát ugye Kirgizisztánba megy, Tokmakba, ugye egy kisvárosba, ahol hozza a vödörben a vizet a házába, tehát azért elég rossz körülmények között élt kint, később aztán Gorkiba kerül? Igen, Gorki körzetbe hozzák vissza. Igen, ez egy nagyon elhíresült kép, ahol a két vödörrel sétál a háza felé Rákosi. Gorki körzetben nem volt ilyen rossz helyzetben, de személyesen borzasztóan meg volt sértődve. És Kádárnál nagyon érdekes az ő kettőjük viszonya, hogy amikor ugye Kádárt leülteti, ugye Kádár ott van a koncepciós pedekben. Ez ugye mikor is? Ez 49, ugye? 51. Kádár már 51. Ugye folyamatosan ott van Kádár a politikai bizottságban, tehát tettestás, aztán ő is megy a börtönbe, utána kiengedik 54 végén Kádárt,
És nagyon érdekes, hogy Kádár is, nagyon sokan a pártban azt gondolják Kádárról, hogy majd ő itten valami belső ellenzék vezére lesz. Nem lesz az. Abszolút belesimul. Rákosi Helyettes ezt mondta, akkor én akkor megyek Angyalföldre. És megy Rákosihoz feladatért. Igen. Majd ugyanez, ugye megfordul a helyzet, hogy Rákosi kezd el könyörögni Kádárnak. És Kádár mit mond? Azt, hogy nem jöhet haza. Mert a Révai sem jöhet haza. Mert a Kádár rendszer egyik alapvetése, hogy a szovjet katonák maradjanak itt, Rákosi meg a Szovjetunióban? Szovjet katonák nélkül nincs rendszer, ez teljesen nyilván válik 56. októberében. Másrészt viszont úgy tudja eladni magát a Kádár rendszer, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk, mint a Rákosi rendszer. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy hogyan kell építenie Kádárnak a Rákosi rendszerre, hiszen annak a folyományai vagyunk, de valójában egy vele szemben álló pozíciót is föl kell venni, hogy vigyázzatok, mert hogyha én nem vagyok itt, Kádár János nem uralja a terepet, akkor jön Rákosi, ha jön Rákosi és jön Gerő, akkor jön Péter Gábor, az AVH, és itt, és ez nem a, ugye nagyon érdekes, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy a társadalom felé, nem, ez a párton belül. Ott ül Acél György is megjárja a börtönt, és még számos korabeli 60-as, 70-es évek vezetőinek egy jelentős része volt börtönben, és azok rettegnek attól, hogy Rákosi visszajön. Jó, és Rákosi végül emigrációban hal meg ezzel. Hát végül is ott hal meg, nem engedik. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk. Jövő héten a trianoni békeszerződés 102. évfordulóján Trianon emberi történeteiről beszélgetünk. 1921-ben születtem, és minden anyakönyvi kivonatomba ott van, hogy vagonban éltem, vagonban születtem. De rögtön, ahogy az utódállamok elkezdték a saját hatalmi gépezetüket kiépíteni, az állam legfőbb képviselőit, a főtisztviselőket, ezeket minden kérdezés nélkül kiutasították. Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is természetesen. Viszontlátásra!